Hát szerintem abban mindannyian egyetérthetünk, hogy a haragnak a kezelése, illetve a megbocsátás az egy nagyon fontos építőköve lehet például a párkapcsolatoknak is. Erről fogunk beszélgetni a következő percekben Estót Márta kóccsal. Hogy ez egy annyira kimeríthetetlen és tényleg tág témakör, hogy hogyan működtessünk jól egy párkapcsolatot, hogyan épüljünk, fejlődjünk akár együtt, gondolom egy elengedhetetlen építő eleme ennek az egész halmaznak az, hogy el tudjunk engedni dolgokat, felül tudjunk emelkedni és megbocsájtani. Nagyon, nagyon fontos az elengedés, de még egy picit az elejére mennék, hogy az alapköveket hogy tettük le, mert hogyha kompromisszummal indult egy házasság, akkor bizony sokszor lesz még harag, és sokszor lesz még vita, olyan is egyébként, amely javíthatatlan. Az elejére mennék a nagyon tiszta szabályok, a nagyon tisztán megbeszélt feltételek, kívánságok, elvárások, és ezeknek az időnkénti újrabeszélése egyébként csökkenti a harag lehetőségét. Annak, hogy fölöslegesen félreértjük a másikat egyrészt, másrészt a jobb megértés. Úgy tudunk elengedni haragot, hogyha megértjük, hogy a másik miért csinál valamit, vagy miért érez épp úgy, amit érez. Küzdünk ez ellen, ne legyen vita egy kapcsolatban, ne legyen harag kapcsolatban, de én pont azt gondolom, hogy a leggyanúsabb kapcsolatok a számomra mindig azok voltak, amikor azt mondta egy pár, mi soha nem vitatkozunk, mi soha nem haragszunk egymásra, nekem mindig ez volt a leggyanúsabb, mert azt gondolom, hogy egy jó kapcsolathoz hozzátartozik az egészséges vita, és az is, hogy néha haragszunk a másikra, mert ugye ez benne van az életben, nem? Én azt szoktam mondani, hogy akkor működik jól egy kapcsolat, ha úgy működik, mint a szívverés. Tehát igen, lehet milyen benne. Milyen szép, mert tényleg maga az élet dinamikája. Így van, ez az élet dinamikája. Tehát igen, kell, hogy legyen vita, nem érthetünk egyet. Ott baj van, ha mindig mindent, unalmas, úristen. Mert hát nem klónok vagyunk, így nem van, ugyanolyan így emberek van. Vagyunk. Külön személyiségünk van, plusz, hogy változunk. Tehát, hogy annyi impulzus ér minket, és hagyján, hogy mondjuk a kor, meg a különböző beosztások a munkahelyen váltás, a személyiségváltást is hoz magával, a gyerekek jelenléte, az esetleges szülők elvesztése. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok minden történik velünk egy életen át, akár egy évben is, hát ha csak a pandémiát megnézzük, hogy mi minden történik velünk egy év alatt, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, változom. A változásban benne van az, hogy nem értem már meg azt, amit tavaly megértettem, még magamat sem lehet. Vagy tehát más akkor a véleményt, más vagy más a véleményem, így van. Tehát az egészséges vita szükséges, fontos és építő. Ez azt jelenti, hogy tisztelettel meghallgatom a másikat, hagyom, hogy befejezze a mondandóját, és utána érvelek, ellenérvelek akár. Igen, csak nagyon sokszor ezeket a vitákat a másik fél már támadásnak veszi, és azt mondja, én effektíve csak jót akarok neki, és azt mondom, hogy drágám, ez a leves most nem sikerült olyan jól, mint de múltkor. De már ő felvértezve de várja. De mert úgy néz vissza, hogy hát most ez csak bántani akarsz vele, nem értékeled a fáradozásom. Mi lehet a mögöttes? A kérdés, tudod, az, hogy fontos-e, hogy a levesről adjunk-e visszajelzést? Nagyon. Azzal sincs baj, ha minden mértékletességgel van kommunikálva. Tehát, hogyha egyenlő a pozitív visszajelzést a negatívval, vagy mondjuk több a pozitív visszajelzés, a leves, hidd el nekem, hogy nem lesz. De nem, a stílus, biztos, meg a megfogalmazás. Ahogyan, amikor, miközben eszem, vagy ha már befejeztem, és akkor ugye túl vagyunk rajta, megettem, látta, hogy jól esett, akkor lehet visszajelzést adni, de evés közben, ó, ne. Nyilván a kultúrát viták, tehát akár még építő jelleggel is hathatnak egy párkapcsolatra, egy házasságra, de van egy pont, amikor nagyon el tud mérgesedni ez az egész, meg nagyon telítődnek ugye a résztvevők, vagy ugye a házastársak, és mi az a határ, vagy mi az a pont, amikor egy szakember segítségére van már szükség, vagy kell őt bevonni, vagy terápiába kell menni? Azt szoktam javasolni, hogy amikor megpróbáltunk többféle módon kommunikálni, és nem értjük egymást, azon nem hallom a másikat. Mond valamit, nem csak, hogy nem tudok vele egyetérteni, mert különbség van a között, hogy egyetértek, vagy nem értem. Akkor, amikor nem értem, akkor javasolt valakit igénybe venni, aki egy picit segít a fordításban, a kommunikációban, hogy és ugye az azért jó, mert akkor érzelmileg kívül maradunk. Egyébként nagyon jó gyakorlat létezik erre, gyorsan elmondom, egy háromszékes gyakorlat van, amikor ilyen konfliktus helyzetben próbáljuk a másik felet megérteni, a párunkat, hogy az egyik székbe beülök, a másikba oda képzelem őt, elkezdem neki ventilálni, hogy mi a bajom egy percig, majd átülök a másik székbe, visszaválaszolok az ő szerepéből, ugye ez már egy objektív szerep,
aligha, vagy még csak közelítünk. És a harmadik székbe beülök, mint objektív megfigyelő, és a kettőnek tanácsot adok. Nagyon nehéz feladat. Ám nagyon-nagyon hatékony. Hogy egy picit ki, vagy egy másik... Eltávolodjunk, és tényleg kicsit távolabbról nézzük. Picit távolabbról nézzük, vagy harmadik szemében való mesefogalmazása a konfliktusnak. Tehát, hogy elkezdem elmondani a másiknak mesében. Volt egyszer, komolyan tudod, milyen jól hat? Jó. Mert eltávolodok a helyzettől, érzelmileg kivonulok, és akkor tudok reagálni. Csak azt gondolom, hogy erre is meg kell találni a tökéletes időt, mert azt gondolom, hogy egy párkapcsolatban is van olyan helyzet, amiben én elkezdeném a másiknak mesébe mesélni, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szép királylány, és mire odáig jutnék, hogy mit csinált, addigra a másik már azt mondaná, hogy ennek most nincs itt se a helye, se az ideje, mert én egy felfokozottabb lelki állapotban vagyok, mint hogy most azt fogja hinni, hogy szórakozom. Hogy fontos a mikor, a hogyan és a hol. Tehát, hogyha ezeket nem veszük figyelembe, akkor azt érzékeli a másik fél, hogy nem fontos nekünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és erről beszélgethettünk, és biztos, hogy valamikor ezt még fogjuk folytatni, ezt a témát, mert tényleg annyira kimeríthetetlen témakörről van szó.